Tele voltak ma a közösségi oldalak olyan fotókkal, amelyek a szokatlan áprilisi havazást örökítették meg. Volt, aki ezt is a koronavírus számlájára írta, de olyan is, aki úgy gondolta, hogy az időjárás eltévesztette a hónapot. December 6-a helyett április 6-ára várta a Mikulást. Csak az átlagembereknek furcsa az áprilisi havazás, a szakember ezen nem csodálkozik. Szokatlan, de nem rendkívüli ez az áprilisi havazás, hiszen egy-egy erőteljesebb hidegbetörés alkalmával áprilisban, sőt akár májusban is előfordulhatnak ilyen átmeneti havazások, hózáporok, de az tény, hogy ilyenkor az átlagos napi maximum hőmérséklet a térségünkben az olyan 15-16 fok körül van. Ehhez képest jelenleg ugye fagypont körüli értékeket mutatnak a hőmérők, tehát több mint 10 fokkal van most hidegebb, mint az ilyenkor megszokott. A szakember azt mondta, ugyan nem meglepő az áprilisi havazás, azért az megfigyelhető, hogy az úgynevezett átmeneti évszakok, azaz a tavasz és az ősz kezdenek eltűnni, és a tél után szinte azonnal megjelenik a nyár. Az idei tél ráadásul melegebb volt, mint a szokásos. Az elmúlt tél is jelentősen melegebb volt az átlagoshoz képest, tehát ugye 2,5 fokkal melegebb volt, és azután ehhez képest ugye márciusban nem tapasztalhattuk azt az erőteljes fölmelegedést, mint mondjuk néhány évtizeddel korábban. Ugye Sándor József Benedek most idén nem hozták meg a meleget, hanem sőt még inkább ugye lehűlést lehetett tapasztalni. És ez bizony tendenciózusan megfigyelhető jelenség, tehát hogy a tél enyhébbé válik, a tavasz időszakban pedig a szélsőségesebb időjárás tapasztalható, például ilyen hideg betörések formájában. Bár szerdán és csütörtökön az időjárás még a zordabb arcát mutatja, a hét második felében már 15-16 fokra számíthatunk.